Üdvözlök mindenkit az automatizáció 5. részében. Igazából már csak szinte csak apróságok maradtak hátra, de azért még így is akad egy-két dolog, amiről érdemes tudni, hogy érdemes használni őket. Amit már az egyik előző videóban is láthattatok, azt még nem mutattam meg itt az automatizáció során, hogy honnan lehet paramétereket automatizálni, például a plugin ablakban. Itt fölül úgymond a plugin headerjénél látható egy autó felirat, ez alatt vagy ugye save-be tesszük az automatizációt, vagy ha ezt megnyomjuk itt ezt a kis ikont, akkor a plugin automation ablak ugrik elő, ahonnan az adott plugin összes paraméterét át tudjuk tenni a túloldalra, tehát hogy automatizálható lehessen, ezt megtehetjük akár egyesével, de úgy is, hogy többet, vagy csak bizonyos paramétereket jelölünk ki, és ugyanígy természetesen el is távolíthatjuk ezeket az ablakból, akkor nyilván nem lesznek automatizálhatók. Hogyha egy csatornán több insert van, ez esetben ugye Protoss 8-al már akár 10, akkor gyakorlatilag bármelyik pluginnél ebből az egy ablakból meg tudjuk adni azt, hogy mely paraméterek azok, amelyeket automatizálni szeretnénk. Tehát így nem kell külön mindig átállni, kijönni ide, a következő insertet kiválasztani. Egy univerzális ablakunk van arra, hogy megadjuk, hogy mit automatizáljunk. Hogyha sok mindent ki akarunk választani, akkor érdemesebb ezt az ablakot használni. Nyilván ennek van egy nagyon gyors módja is, amit ugyancsak egyszer már említettem. Itt az adott paraméterre kattintunk úgy, hogy a 3 modifier gombot lenyomva tartjuk, tehát Macintosh esetében a Ctrl, Option, Command, Click, és látjuk előn a kis fölirat, Enable Automation for Low Midband Queue, vagy kinyitjuk ugyanúgy azt az ablakot, amit az előbb láttunk. Ha a felsőt választom, látjuk itt megjelenik a kis zöld jel, akkor ez a paraméter egyből automatizálható. Ez mindenre igaz, bármire kattintok, látjuk, ezt tudjuk, és hogyha még egyszer ide kattintunk úgy, hogy Ctrl Option Command Click, akkor ugyanúgy el is vehetjük ezt a lehetőséget, tehát felfüggesztjük ott az automatizációt, nem lesz az adott paraméter tovább automatizálható. Még egy szerintem nagyon jó dolog van, amit igazából nagyon kevesen használnak, viszont nagyon hasznos, főleg akkor, hogyha mondjuk zenei váltásoknál szeretnénk egész komoly dolgokat automatizálni, de sokkal nehezebb ezt megoldani úgy, hogy kimatekozzuk, berajzoljuk, tehát ezt mondjuk inkább vezérlőfelületről, vagy valamilyen kontrollerről csináljuk, ez pedig a Half-Speed Automation, ami annyit akar, hogy ugye fele tempóba megy a lejátszás, és így automatizálunk. Nyilván elsőre egy picit ostobán hangzik a dolog, és vicces is tud lenni bizonyos daloknál, de nagyon jól tud jönni, pláne hogyha mondjuk egy rövid idő alatt kell olyan automatizációt végrehajtanunk, vagy akár több paramétert szeretnénk automatizálni egyszerre. Lássuk, hogyan működik ez. Most itt egy nagyon egyszerű példa lesz, csak a fadert fogjuk automatizálni. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Azt elárulom, hogy amit mondtam az előbb is, hogy akár több paramétert tudunk egyszerre automatizálni vele, vagy nagyon pici zenei résznél is nagyon komoly, jó zenei átmeneteket tudunk képezni, akár paraméter átmeneteket is. Lássuk, tehát itt right-ba tesszük a csatornát. És hogy nehogy abba a hibába essünk, ugye a right az mindent fölül tud írni, hogy mindent fölülírunk, ezért előhívjuk az automation ablakot. Szerencsénk van, most csak a hangerő van bejelölve, ezt én már előtte kiszedtem a többit. Ezt amikor sokat automatizálunk, egyébként én javaslom, hogy ezt az ablakot tartsuk szem előtt, mert itt sokat segíthetünk magunknak, illetve nem fogjuk tönkretenni az előzőleg már megcsinált automatizációinkat. És innentől nincs más dolgunk, mint hogy leautomatizáljuk az adott részt, amit szeretnénk. Ahhoz, hogy ez fele sebességbe menjen, ahhoz Shift Space-szel kell indítanunk a lejátszást. Halljuk, hogy így lassabb is. Most mondjuk ennyit automatizáltunk. Itt azért tisztán látszik már ennél az egyszerű műveletnél is, hogy sokszor mondjuk egy ilyen gyorsabb zenénél sokkal egyszerűbb megoldani így, hogy fél tempóba megy a lejátszás, és úgy automatizálunk. Nyilván egyszer-kétszer meg kell hallgatni, hogy ne tévedjünk, biztosan annál a zenei résznél csináljuk, de így sokkal rövidebb idő alatt nagyon apró zenei részeket is nagyon nagy részletességgel ki tudunk dolgozni automatizáció terén, és a legtöbb esetben, mint ahogy említettem, sokkal egyszerűbb így megoldani ezt a dolgot, mint hogy megpróbáljuk kisakkozni a dolgot griden, és úgy rajzolgatunk különböző görbéket. És megnézzük, mit tettünk ezzel. Így van, tehát meg tudjuk azt csinálni, ami most is hallatszódott, hogy gyakorlatilag egész nagy féder mozgásokat alkalmaztunk, és mégsem hangzik nagyon ostobán a dolog, míg hogyha ezt elkezdjük rajzolgatni, akkor ugye automatán az ember elkezdi nézni a waveformot, idehúzza, odahúzza, ennyit állítgatok, sokat húztam, keveset húztam, tehát például ilyen dolgokat sokkal egyszerűbb így egy körből megoldani, erre való a Half-Speed Automation. Mindenkinek javaslok, hogy próbálkozzon vele, még akkor is, hogyha így elsőre furán hangzik a dolog, mert én azt mondom, hogy szerintem nagyon hamar rá fogtok szokni erre, mert nagyon jó dolog, főleg nagy zenei átmeneteknél és ilyen helyeken nagyon jó dolgokat lehet vele produkálni.